Na szavaztok srácok, itt Kuhi, és egy hatalmas nagy dolog történt, sikerült megszereznem ezt a szépséget itt, 98-as overall LeBron fucking James, a király, úgyhogy visszatért a csapatába, bebábozódott, és pillangóként újraélett Dwayne Wade-del, aki ugye Dynamic Duo, padra lekerült Victor Oladipo, aki majd az irányítót fogja, a csereirányítót fogja helyettesíteni, onnan fog berobbanni a padra. Úgyhogy játsszunk egy Supermax meccset, srácok. Meg is van az ellenfelünk, nézzük akkor a csapatát. Egyelőre verhetőnek tűnik. Ugye gyorsan beállítjuk a csere teamet is. Ide Tony Kukocsot gondoltam, így fog kinézni akkor a csere team. Jó van, srácok, csapjunk a lovak közé. Szóval huncsók, itt vagyunk akkor a meccsbe. Tudom, nincsen Cleveland jersey, mert már volt ilyen LeBron James bemutató. Most igazából csak a Dynamic Duo-t fogjuk megnézni. Most már teljes God Squad gameplay lesz. Ott is van a háttérben He Will Back. Tehát itt van LeBron James, ez a legdurvább. Nem kevesebb, mint 220 ezer My Team pontomba került, ami ugye Michael Jordan és Carmelo Anthony árából fakadt. A lényeg az, srácok, hogy Derrick Rose-ra akartam kicsit beszélni. Valami olyasmi történt, hogy a release az eléggé durva lett, hoppá. Szóval, hogy így 85-ös a triplája, de Danival játszottunk tegnap egy meccset egymás ellen, és a végén 9 triplából 7-et dobott be Derrick Rose, aki ugye ilyen 120-140 ezres értékből lement köböl úgy 60 ezerre, inkább 70 ezerre. És most olyan a csávó, hogy így, wow. Dwight Howard! Nincs kontakt dunk, viszont James ad egy offenzív lepattanót, majd kejti a kezéből a labdát. Na, a lényeg az, hogy beállítjuk ezeket a dolgokat. Egy direkt meccset beállítottam. Jó. A defensive settings-et is beállítjuk. Én szeretem azt, hogyha az on-ball az tight, az off-ball szintén tight, legyen szoros. Ugye a baseline felé tereljük a ellenfeleket, és switcheljünk, váltsunk szépen. És akkor James. Az kár egyébként, hogy ugye a Wade Diamond lesz, de ugye itt nem mutatja Diamondnak. James. Jaylen Brown-on megpróbálunk egy kicsit befordulni, jó nem? Az meg jó szar volt, jó van. Kicsit csókolunk még itt az elején. Az meg fault lesz. Két büntetővel jöhet majd a srác. Jó, hát legyen össze, hogy ne legyen tripla. Aztán rá kell menni arra, hogy nem szeretem az elején ezt a inside scoringot dolgot, úgyhogy én szeretem beállítani úgy, hogy rámegyünk arra, hogy space the floor. Lepattanat pedig crash the offensive glass, mivel ugye van két ilyen lepattanós vadállatom. Derrick Rose, Dwight Howard, az jó, így van. Derrick Rose kioszt egy assistot, vagy mégse, nem assist, akkor nem tudom ki volt az. Kyrie Irving, Amethyst Kyrie, ki maradt? LeBron James, ugye a lepattanó, és James Matt. James, kiosztjuk a sarokba, de nem csinálunk semmit, Derrick Rose, elmegyünk baseline fele, Derrick Rose, baseline-nál, Derrick Rose, contact dunk, Hall of Fame, relentless finisher, így van. Istenem, de jó ezzel a Prime Derrick Rose-zal játszani, srácok, el nem tudom mondani, mennyire élvezem vele a játékot. Dwight Howard, Dwayne Wade-nek, Wade, ügyesen, Wade, Hall of Fame, difficult shot. Nem megy be, kicsit húzhattam volna még. JR, a splash lesz, így van. Jól van, semmi gond. Derrick Rose. Kérünk egy zárás, Derrick Rose, jó a layup, kimarad. Cousins, nem dobjuk el, kipasszoljuk Dwight Howardnak, azt nem kéne, Dwight egy contact dunk machine. Így van, Dwight Howard. JR, az be tudja húzni, pedig reménykedtem, mert egyébként Dwayne Wade-nek 90-es a blokja. Hop, kislag, jó van. Nincsen probléma, Wade, igazából két irányítón van, tulajdonképpen. Wade!
nincsen kontakt dunk, és persze az a durva, hogy nem is LeBron James az, aki nagyon felmegy, mert ugye 97-ből lesz 98-as, és annyira magas értékeket nem produkál, hanem Dwayne Wade lesz az, aki ugye egy 91-es Amethyst-ből 95-ös Diamond lesz. Srácok, nagyon jó az a Wade, Amethyst Wade. Olyan, mint a Diamond. A 98-as Diamond. Udalagol ez a meccs, az pedig Amethyst Oladipo volt. Ott van bent Cousins. Azt húzzuk rá! Ott is van, DeMarcus Cousins. Derrick Rose pedig egy asszisztal gazdagítja pontszámait, értékeit. Double team, LeBron James. James, easy money James. Így van James! Ó, a signature Tomahawk dunkja LeBronnak. Itt most nem fogom erőltetni csak LeBront, tehát hogy így szépen játszani fogunk mindenkivel, ez a lényege. Ó, bakker, ezt elrontottam. Így van, büntet is a srác. Szóval szépen csak játszani fogunk, ahogy tudunk, szokom a csapatot, mert mondom, még nem tudtam vele sokat játszani, mert ugye ott volt bennem az, hogy ezt mégiscsak LeBronnal képzeltem el. Derrick Rose Greenlight. Annyira jó a difficult shotja, srácok, ez az arany, meg a difficult, tehát ez a off dribble jump shotja. Olyan, mint hogyha a hálófilm lenne a difficult shot. Nagyon early diamond az a Derrick Rose sajnos, minden évben early diamond. 16-ban volt az, hogy Amethyst volt 95-ösen. Akkor még ugye nem voltak Hall of Fame badge-ek. Hoppá. De így is tökéletes véd, sarokból, Dwayne véd, egy tripla kísérlet. Az nem jó, viszont Cousins le tudja szedni a lepattanót. Hál' Istennek. LeBron. James. Semmi gond. Viszont behozom a padot. Kicsit szokjam őket is összhangügyileg. Wade. Ott van Derrick Rose. Derrick Rose nem jó a midi. Majd a badge-eket meg kell nézni, ugye nem kapott annyi arany badge-et. 4 Hall of Fame badge-el rendelkezik. Az Acrobatot viszont jobban kéne használnom. Az igen. Az egy Derrick Rose signature dunk volt. Goran Dragicson egyébként. Még régebben. Talán az a legemlékezetesebb kontakt dunkja. Dwight? Nem tudja elkapni az alley-oopot. Blokk és D-Rose egy lepattanó. Ott lesz alley-oop, srácok. Dwight Howard, mintha kiszedte volna Isaiah Thomas kezével a labdát. Adj csak ide, majd én megmutatom, hogy kell behúzni. Az igen. Hú, ez az Isaiah, ezzel nem még sose játszottam. Isaiah Thomas ellen, azt mondjuk egy steal-et megadhatta volna, Derrick Rose, no way bro. Így van, Derrick Rose mehetsz végig, végig, jobbkezes dunk, Derrick Rose, hu-hu-hu-hu! A straight arm tomahawk by Derrick Rose, no way. 4 ponttal megyünk, jó kis meccs lesz a srácok, jó kis meccs lesz ez, én mondom nektek. Jó, hogy így kezdünk, mert nincs az, hogy csak úgy fogja magát a srác és kilép, hogy úristen, milyen csapat ele játszik. Meg azért maradjunk annyi, hogy egyelőre csak a kezdő milyen. Azért a cserepad az nem teljesen ilyen. És erről ennyit, a gyerek ki is lépett. Nézzünk akkor egy másik meccset. Szóval srácok, 1-0-ra kezdjük ezt a szezont. Ez volt az első mérkőzésem itt a szezonban. Kell valakinek szerződés. Ki az? Channing Frye. Szerencsére van, úgyhogy be is dobáljuk neki ezt a szerződést, és akkor csapjunk bele még egy Supermax meccsbe. Én azt mondom. És meg is van az ellenfelünk, aki... Azt hittem, hogy az én csapatom játszik. Amethyst Ben Simmons-t használ irányítónak. Na most lehet, hogy problémába ütközünk, vagy ütköztünk. Kicsit át kell szervezni a csapatot, mert ugye Amethyst Ben Simmons az elég brutál. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy LeBron James-t beállítjuk irányítóba. Wade marad shooting guardba, nem, Wade felmegy small forwardba, és akkor így fogjuk ezt játszani. Bettier lejön, Kukós pedig be. Szóval ezt fogjuk nyomni, srácok, megnézzük, hogy így milyen. Mert az a baj, hogy Ben Simmons megenné egy az egybe Derrick Rose-t.
egyaránt támadás és védekezésben. Ben Simmons nagyon gyors, ez az Amethyst Ben Simmons, ez hihetetlenül gyors. Adom a képét, ezt a lilluzisat. Nagyon király. Na nézzük, következő meccs. Átadjuk nekik a kezdés lehetőségét, és Ben Simmons jön, és az benn van. Ugye ennek a Ben Simmonsnak van egy Hall of Fame Dimer badge-je. Én viszont LeBron James vagyok, köcsém, nem egy másolat. James! Contact dunk, porzon! Erről van szó. Úgy látszik, hogy ez izé lesz. Inside gaminget fog nyomatni, vagy pedig eléggé budget csapata van, szóval Ben Simmons-szal itt, hoppá. Hát, mentumenezni kéne, nem zónázni. Csak ugye a Hall of Fame dimere van, és az problémás lehet. Sima gyerekek, így már lehet, nem? Na ez a durva. Most az, hogy kicsit meg vagyok zavarodva, hogy átszerveztem a csapatot. De lehet, hogy nem is kéne. Na mindegy. Jó. Nézd már, itt lopkodja a labdát. Na, csak ide, hogy gondolkodjak egy picit. Hú, de magas az a Isaac. Ott van Wade. Jó van, jó lesz ez. Hú. Nem a megszokott felállásban játszunk, az meg still kellett volna, hogy legyen. Csak hogy a Ben Simmons meg 95-ös ball kontrollja van. Az közben egy értelmeset nem tud dobni. Na mindegy. Aha, jó. Húha. Idegesítő lesz ez a meccs, ez biztos. És remélem a gép az jó, nem cserélget. Addig jó. Mondja, be van állítva. Ruby John Wall. Nekem is vissza kéne cserélni amúgy a csapatot, mert ez nagyon fura, hogy... James? Na jó, vissza. Gameplay. Na, Derrick Rose. D-Rose. Splash, így van, gyerünk. Falt, húha. Érdekes mérkőzés lesz ez így. Minden falt, meg minden bemegy dolog. Na, viszont most visszacseréltem a dolgokat, nem akarom, hogy megkavarodjak. Derrick Rose meg fog küzdeni Ben Simmons-szal. Simán, viszont James wide open. Splash, erről van szó, LeBron James. Már is jobb, srácok. Már is jobb. Az mondjuk úgy érdekel. Azért! Legyen a five out. Fene edje meg. Double team. James! Ho-ho-ho! LeBron! Nagyon komoly. Nem. James. James, az hogy ment be? Az hogy ment be, már nem azért. Eldapadtam volna, na mindegy. Working on Isaac. Dwight, mekkora lepattanó! Cousins! Azt hittem benyomja a contact dunkot, mert kezdett behátrálni. De persze JR húzza be a contact dunkot.
Jó van, D-Rose, gyerünk, kezdjünk el D-Rose-ozni. Kezdjünk el Derrick Rose-zal nyomatni egy kis cookingot. Derrick Rose! Oh-ho-ho-ho! Derrick Rose! Egyetlen problémám Derrick Rose-zal, vagyis hát a játékbeli Derrick Rose-zal, hogy nagyon lassúra csinálták meg a contact dunk animációt, amit beadnak neki. Viszont D-Rose az itt leggyorsabb játékos. Úgyhogy D-Rose, easy layup, így van, Derrick Rose on fire. Lángol a fiú. Ez az, erről van szó. Ott vagyunk, nagyon. És Wade, gyönyörű szépen, Derrick Rose végig, nem végig, feladja Jamesnek, James! Mekkora alley-oop volt. Erről van szó, nem kell ide váltás, ne nyomjuk mi. Nem akarjuk, nem szeretnénk azt, hogy úgy játszunk, hogy a srác akarja, hanem úgy játszunk, ahogy mi akarunk. Na, ő kolba van. Steel beadhatott volna, ha már úgy kolba van. És én nem nyomtam rá arra, hogy hozza be a benchet, de mindegy. Bejött Victor Oladipo. Hú, Dunkfest lesz, srácok. Victor Oladipo nagyon jó védekező játékos. Periméter is, a steelje is A pluszos. És kicsit oda csaptunk John Wallnak, hogy Haliho, itt van Oladipo. Értitek? Na, John Wall. Koladip ugye shooting guard, de mi irányítóba fogjuk használni. Kicsit kapkodhattam volna, vagyis hát kicsit összeszedettebben is befejezhettem volna. Hoppá! Kis technikai probléma, amikor kivered a kezedből a kontrollert. Kettő ponttal megy Lil Luzi csapata. Itt az ideje, srácok, hogy Oladipo elkezdjen pörögni egy picit. Gyerünk, Oladipo. Oladipo, milyen animáció volt az? Oladipo and one! Hány ember között? És Draymond Green-en végül. Az igen, a Black Panther. És 94%-os büntető, benn is van. Így van. Ez tetszik, egyelőre nagyon jó. Draymond Green. Kíváncsi hányas a triplája, szerintem olyan 80 lehet, de hát nyilván bedobja. A Five Out viszont erre a, pontosan erre a csapatra tökéletesen illik. JR-t ott hagyják, JR swish, splash! És jöhet a defensive settings, így úgy kell védekezni, hogy levédjenek meg, stb. Stb. Okések, csináld már, légy szíves, mert rohadtul idegesítő, ahogy nyomod ezeket a slidereket. Légy szíves. Na, erről van szó. Két ponttal menjünk, srácok. Ez a legelső, hogy vezetünk. Meccsen először végre vezetünk. Szétfaltoljuk a gyereket. Széjjel faltoljuk. Csak hogy érezze a törődést. Ó, Larry Sanders. Ő egy budget beast lap. Az az Oladipo. No way. Oladipo. Szoródás, szétszoródás. Nyilván Oladipót ilyen könnyen le tudják szedni. Oladipo heavily. Ki is marad. Ott van egy Tatum is. Aha. Szép. Huhu. Az a baj, hogy közben 15 perc múlva mennem kéne. Így elkezdeni videózni. Jaj, de jó. Ez azt jelenti, hogy 15 perc alatt le kéne rendezni ezt a meccset. Úgyhogy hajrá, Oladipo! Úristen. Ez csúnya volt. De ne fújj be faltra, hát könyörgöm, az a szaros Ben Simmons, nem lehet másra, csak rámenni a palánkra. Úristen, 26 pontot átlagol Ben Simmons-szal. Az ennyire jó ez a Simmons? Ja, annyira. Tatum, kiosztjuk, Tatum Green. Így van. Hú. Hál' Istennek. Ez meg egy Shumpert. Oladipo 3 pont, 2 darab assist.
És a szaros zigzagink így van. Csináljad, csináljad. Beakadtál. Nyilván leszedi. Azért nem úgy van ez. Azt hány emberen zsákolta be Tatum? Azt a rohadt élet. Az az Aladipo. Szietetlen, mint egy tank. Nagyon gyors az a Ben Simmons, érdekes. Ilyen ügyes vagy izével? Jó van. És centerben milyen vagy? Hopp! Hát, én béna. Bakker, hogy ilyen hülyén oldottam meg. Úristen. Össze kell kicsit kapnom magam. Na jó, ez a Ben Simmons, ez hihetetlen. Hagyjad már, de mi a tököm van itt? Hagyjuk már. Az az Oladipo. Erről van szó. Hú, de felhúzott ez. Mindegy, visszajött a csapat. A kezdő csapat. Jó, hogy megint át van szerveződve. Az nem jó. Az nem jó. Na mindegy. Akkor Derrick Rose-zel fogjuk itt irányítani a csapatot. D-Rose. D-Rose! Így van, Derrick Rose. Easy dunk. Derrick Rose 4x4. Gyereknek nagyon adja. Ugye van ez a hülye szabály, hogy... Nem teszem be, de pont játszottam egy... Az is bent van Jamesnek, így van. Nem is állítom meg azt az animációt. Szóval van egy ilyen nem szimpátia faktor, vagy nem is tudom micsoda, hogyha gyenge csapattal mész, akkor ugye a játék nem ugyanolyan feltételekkel indít el, hanem kicsit jobban adja az ellenfélnek, de hát így innen szép nyerni. Nem fogunk ilyenekre hagyatkozni. Cousins, Lightly, bent van. Ez az DeMarcus Cousins. Ezért jó Cousins, mert rohadt gyors. De ez szerintem csak a másik negyedik lesz így egyébként. Amúgy meg nyerni kell. Derrick Rose! Triple. D. Rose! James! Oh, where are you going? Heavily? James azt is bedobja! Hall of Fame, deep range, that eye! Ho-ho! Oma, nem mersz úgy zsákolni. Hoppá! Hoppá, mi folyik itt? Hoppá, James, megmászta porzót! Nem kell léjjebb pozunk, így van, szépen. Nagyon jó, nagyon jó. Kezd elfáradni a srác. Na, az odavert volna, ha az bedobja, de szerencsére nem. És akkor a harmadik negyed. Itt van Ben Simmons, gyere, gyere fiam! Gyere Ben Simmons, de LeBron James! Az LeBron James. Ben Simmons-t még csak cutra tudott használni, inside-ra és midre. Addig én James-el... Bármit. Ez srácok, ez a NBA történetében a legjobb LeBron James, ami valaha volt. Sose volt még Hall of Fame, Limitless Ranger, LeBron James, meg Deep Range Dead Eye-jal. Soha. Ez a legdurvább James. Hop, 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 hop. Hogy tudott az még mozogni? Köszi. Köszi, köszi. Köszi. Hát, ha rá tudjuk venni a srácot, hogy kilépjem. Ahhoz jól kell védekezni. James, megint egy jó pick and roll, James. Így van. 20 pontos LeBron James. 11-ből 9-et dobott be. És James block!
Persze, hogy falt! Ugyan már! Kicsit ez el volt. Rontva. Ó, Ben Simmons jól büntető, tesó. Nekünk meg a break starterünk, ugye. Arra nyilván nem elég ahhoz, hogy dobjunk egy 30 méteres paszt. 30-15. Semmi gond, 11 ponttal megyünk. Az még nem volt steal. Gyerünk srácok, így nem lesz. Így nem lesz rage quit. James! Hall of Fame Limitless Range! Erről van szó. Kellett egy kis idő, mi? Hogy feldolgozza történteket közben. Hú, de sok mindenki jött be. Ugye a gép az itt cserélget nekem, hál' Istennek. Nagyon örülök neki. Az az James. Nem fogom tudni végigjátszani a meccset. Kimaradt hát, hoppá! Oh, too much! Az az Dwight, sima! Ez a Howard! Nyolc lepattanó meccsenként. Tesó, Dwight! Erről van szó! Na, srác, itt van, nincs. És srácok, sikerült, megint opponent lett Dwight Howard. Büntetőik megadták a kegyelem döfést. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a videó, jövök majd mindenféleképpen my team-mel. Én Kui voltam, szevasztok!